és ezek után, érted, 13 tonna vízbázisú lóhús talán. Jaj, sziasztok, sziasztok, elindult a Leadcast, köszöntünk mindenkit, azokat is, akik most ezt utólag nézik valahol a YouTube-on, vagy esetleg Spotify-on hallgatják, és titeket is, akik itt most élőben nézitek. Hello, hello mindenki, én még egy kicsit bejebb húzódok. Na elmondom, hogy ez most egy nagyon rendhagyó adás, abból a szempontból, hogy hárman kezeljük ezt az adást, és mindenki totál készen van, és fáradt, és ki vagyunk. De összeszerveztük, és itt vagyunk, és remélem, hogy minden jó lesz, és most végre megoldottuk azt, hogy itt most már én itt bent látok mindent, és meg innen tudom kezelni, úgyhogy meg a chat is itt van előttem, meg szóval nagyon, egy nagyon különleges adásra készülünk, ami hát azoknak lesz igazán különleges, akik nézik ezt képileg, de hallgatni is izgalmas lesz, de képben is most lesznek dolgok, csak mutatok egy ilyen nagyon rövid ízelítőt, hogy mielőtt ebbe beletérnénk. Boldizsár, mi újság? Üdvözlök mindenkit, én Katona Boldizsár vagyok, ismét szerepelhetek a podcastbe, úgyhogy relatíve boldog vagyok, viszont pénteken is be kellett jönnöm az irodába. Ez nagyon szomorú. Alapvetően pénteken senki nincs benne az irodában, csak a YouTube csapat, akik dolgoznak. De... Én előre is elnézést kérek, én borzasztó keveset aludtam kisgyermekes apukaként, és próbálom az agykapacitásomat egy ilyen elfogadható szintre hozni. Szerencsére egy nagyon könnyű témánk van. Igazából az van, hogy volt egy nagyon konkrét YouTube videó, amit én már régóta akartam csinálni, és van egy ilyen bazén egy ötlet táblázatunk, és ott szerintem legalább 2 éve ott van, hogy a legidegesítőbb videós streamer trendek. És az egészet azért akartam, az elsőmről beszélni fogunk, az majd ez lesz, ezek az ilyen Cségó knife surfers rend videók. Ez az, ami iszonyúan legyen, na mindegy, majd mindjárt átérek, hogy miért. De szóval, hogy ez az idegesítő videós trendek ez ott volt, és mindig gondolkoztam, hogy jó, gyűjtjük rá az elemeket, meg minden, és akkor ebből lesz majd egy videó egyszer, és akkor egy ilyen rend videóként én is elrendelem, hogy miért utálom a rend videókat. És ez volt az egyik. A másik, amikor Boldizsárral beszélgetünk már podcast témánkról nagyon régóta, és nagyon akarunk egy olyan podcastot, ahol tierlistezünk. Mert a tierlist az egy annyira vicces dolog, amikor, tudjátok, van, hát amint most itt az előbb mutattam, tehát vannak ilyen dolgok, és akkor behúzod egy tierlistbe, hogy milyen szintű. Ez szerintem baromi vicces, mert nagyon jó beszélgetés indító téma szerintem, hogy csak így dolgokat rangsoroltak. És akkor ezt a kettőt most így összevegyítettük, hogy idegesítő internetes trendeket értékelünk az alapján, hogy mennyire idegesítőek. Tehát a legidegesítőbbtől a legkevésbé idegesítőig. Összeszedtünk most végül mind a 30-at. 31-et raktunk be, ha minden igaz, de szerintem volt, ami kimaradt, tehát szerintem vagy 100 ötlet körül volt, ami kicsit nehéz volt meghatározni, hogy pontosan mi az, ami internetes trend, mi az, ami mém, mi az, ami videós szokás, mi az, ami meta. Tehát lesz egy kicsit ilyen is, kicsit olyan is, tehát egy kicsit határesetek is lesznek benne, de szerintem a nagy részt benne lesz ebben minden, ami történt az elmúlt 5-6 évben szerintem. És a kategóriák azok egyelőre csak sima betűkategóriák, mint az amerikai edukációs szisztemben ugye a jegyek, tehát hogy S az nincs is egyébként, nem, akkor nem is onnan van. Nem, ez a szuper, tehát az a legjobb. Ez ilyen minősítési. Minősítési, betű minősítése vannak. Hogy hívja, mi ez? Minőségbiztosítási besorolások. Jó, akkor az szerint lesz, de én arra valami gondoltam egyébként, hogy kéne speckó kategóriákat megadni, hogy mondjuk ez kifejezetten veszélyes, tehát illegális, veszélyes. Jó, szerintem ami veszélyes, immorális. Tehát ami másokra, vagy a trendet követőre eredendően életveszélyes, az szerintem automatikusan ezt ír. Tehát, hogy így olyan dolgokat csinálni, amivel veszélyezteted magadat, azért, hogy az interneten vicceskedj, az önmagában annál idegesítőbb dolog, tehát annál hülyébb dolog nincs a világon. De erre találták fel az internetet. De igen. Igen. Tehát ez volt a céljuk. Úgyhogy
Vágjunk bele, mert tényleg nagyon sok csapjuk, van. Rengeteg van egyébként, és mindenkinek amúgy... legalább egy-két mondatot azért hozzáfűzünk. Hát igen, meg az is lehet, hogy valamelyikről olyan beszélgetés indul, hogy a végéről kihagyunk már párat, de nem tudom, milyen soron fogunk. Speedrunoljuk. Amikor már közel járunk a végéhez, akkor majd a speedrunoljuk. Sorry. Elnézést kérünk mindenkitől, egy kis technikai malőr volt. Ha utólag nézed, akkor nem is tudod, hogy mi van, mert kivágtuk. Most már jó a hangunk. Tehát, itt van a tier listünk, és ahogy látjátok, S, A, B, C, D szintek vannak, ebben fogjuk rangsorolni. Nyilvánvalóan az S a legidegesítőbb, a D a legkevésbé idegesítő. Full szubjektív, tehát ha valaki bárki gondolkodott volna, ez boldizsált meg én véleményünk az egész. Na, és ide fogom rakni mindig a B-be, amiről épp beszélünk, és épp a Chego Knife Surfről beszéltünk, hogy gyakorlatilag a Chegohoz nagyon leegyszerűsítve egy ilyen bunny hoppos, ugrálós platformer puzzle játékmód. Egy teljesen eltérő játékmód, egy módnak köszönhetően, mint az eredeti Chego, csak ugyanabban a motorban fut, gyakorlatilag ilyen mindenféle platformokon kell így csúszkálni. Nem tudom, ennek a technikáját te vágod-e amúgy. Én kipróbáltam többször, én nem értettem, hogy kinek és miért tetszik. Gyakorlatilag az igen, hogy egy megadott pályán majdnem mindig egyfajta módon lehet egyébként végigmenni, vagy nagyon minimális különbségekkel, és bármennyi ember mehet, tehát lehet egy csomó emberrel együtt is játszani, és csúszkálsz, és jókor ugrasz, és jókor forgatod a karaktered, akkor eléred a következő platform, és akkor azon jó ívben szörföled meg, akkor a következő platform, és a végén, és akkor ez időre megy, tehát hogy pluszban annyi van benne, hogy... Igen. Aki a leghamarabb beér a célba, az nyer, és nyilván egyre bonyolultabb és bonyolultabb pályák van, hogy mit tudom én. Tisztállátás véget. Nem ezzel a játékmóddal van a bajom. Nem, önmagában a játékkal nincs baj. Ez egy ilyen tök jó, ilyen satisfying ilyen játék. Ez tök fun. Hanem azzal, hogy van a YouTube-on, vagy nem is tudom, hogy ez még mindig van, mert szerencsére már rég találkoztam ilyen videóval, de szerintem biztos van, aki még mindig csinálja, hogy ezek az ilyen valaki akar valamiről véleményt kifejteni, valamiről mesélni. Egy rendet. Egy ilyen hosszú monológot mondani valamiről, és ő ezt egy videós formában szeretné, mert hogy ugye a YouTube-on tök sok emberhez el tud jutni, viszont amúgy ténylegesen a videókészítéshez nem ért, úgyhogy annyit csinál, hogy így magyaráz, és így bedobja ezt így az egész beszélgetésre. Monológra. Igen, és ráadásul a magyarázás közben nem játsz egy fixen egy csomószor, hanem csak egy felvett, jó ment futamok, és aztán rábeszél. Tehát még azt gondolnád, hogy ó, alapból is ezt csinálom, és most beszélek egy drámáról. És közben beszélek, de igen. De nem. És amúgy ez valahonnan innen jött, tehát hogy streamerek így játszották ezt, és közben beszéltek. Lehet. Gondolom, nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez pontosan honnan jött. De gyakorlatilag arra van szó, hogy ez egy ilyen satisfying videó, tehát jó nézni, így leköti vizuálisan az agyad, és közben figyelsz a szövegre, csak hogy engem az zavar ebben az egészben, hogy ez nem egy videó. Tehát, hogy ez egy blogpost, amit tehát, hogy a videó készítésbe basszus, hát tegyünk már bele annyi erőfeszítést, hogy akkor így, amiről beszélsz, az bemutatod. Tehát, hogy érted, ezt most úgy mondom, hogy mi ezt csináljuk. Tehát, hogy így a mi YouTube csatornánk az erről szól. Tehát, hogy amikor csinálsz egy videót, mi is úgy indítunk, hogy megírom a szöveget, azt felolvasom, és ott állunk a vágóprogramban, van egy hosszú hangsávunk, és akkor azt föl kell tölteni képekkel. Ha itt erről beszélek, azt rakom ide, addig megyünk, amíg az egész föl nincs töltve. De nem az van, hogy berakok 10 videót, ami releváns, és aztán mit csinálják a többivel? Berakom ezt a hosszú videót, kész, render. Tehát, hogy így ezek annyira erőfeszítésmentes videók, és így nem tudom. Engem rohadtul frusztrál. Egyébként nagyon szerencsés, aki szerintem utánunk nőtt fel, mert így a YouTube kezdeti időszakában volt egy csomó ilyen rémes dolog, és sokat fejlődött a technika, és sokkal gyakrabban, vagy sokkal többet nyom ki a gyártó ezekből, szóval olcsóban hozzá lehet jutni, jobb minőségűek a telefonok, hogy azzal föl lehet venni. De most, ha ránézel egy TikTok videóból, valaki megmagyaráz valamit, akár csak egy informatikai dolgot, vagy egy történelmi dolgot, akkor látsz egy jól bevilágított figurát, aki magyaráz, és följönnek képek, statisztikák, források, tudod? Tehát olyan, mint egy interaktív óra, ami lehetne egyébként az oktatásban egy tök jó dolog. Ahhoz képest ezt folyamatosan nézni, arról, hogy csak kiszedd az információt valamivel kapcsolatban, mi érdekel, rohadt idegesítő volt. Annak ellenére, hogy magával a cségugrálással nem volt problémák. Igen, csak az jó nézni. Érted, mondjuk
rákatintasz egyre, mert ekkora dráma volt, és akkor valami Twitch, meg mit tudom én. Még képet se raktak fel a streamerekről, vagy ilyesmi, hogy legalább tud, hogy kiről van szó, ha mondjuk nem ismerted, mert egy kicsit kevésbé ismert volt. Semmi, se egy grafika, se egy helyszíni fotó, se egy semmi. Igen. És tehát, hogy nagyon sokszor használták ezt például olyanoknál is, hogy mondjuk valaki akar egy ilyen Twitch klip válogatást csinálni, mint amilyenek nekünk is, a csalós videók, meg a kínos pillanatok, az gyakorlatilag egy Twitch klip válogatás, csak mi ugye annyit szoktunk ezzel csinálni, hogy hát mégiscsak arról van szó, hogy ezek itt vannak ezek a Twitch klippek, a magyar közönség egyfelől nem biztos, hogy mindenki tud angolul, erről már beszéltünk a DV-vel, úgyhogy ezért feliratozzuk. Másik, nem biztos, hogy mindenki ismeri ezeket a streamereket, úgyhogy adunk egy kis kontextust ehhez az egészhez, de az nagyon fontos, hogy én el szoktam kerülni azt, hogy hogy abból álljon az egész videó, hogy most ebben a klipben azt fogjátok látni, hogy az XY csal, és akkor és utána bejátszom a klipet, ahol lemegy az, amit elmondtam, és utána menjünk tovább. És azt látom, hogy nagyon sok, tehát amikor ilyen klippeket keresgélek, akkor nagyon sok ilyen klipválogatásba futok bele, ahol az emberek tényleg semmi más nem csinálnak, fognak egy klipet, ami mondjuk fél perc hosszú, másfél percen keresztül elmagyarázzák, hogy mi van a klipben, amit látsz a szemeddel, tehát hogy angolul nem kell elmagyarázni, hogy mi hangzik el egy angol videóban, és közben berakják a Chego Knife Slide-ot, a Fortnite parkour mapokat, vagy ez a Cluster Truck gameplay-eket, mert mit tudom én, és így engem ez nagyon frusztrál. Jó, én ezt maximum, egyébként ez 5 fokos ez a létra. Átlagoljunk. Az a baj, hogy ha ilyen erősen kezdjük, hogy ez a legidegesítőbb valóban dolog, nem ez a legidegesítőbb dolog nem. A világon. Igen, tudom, hogy mik nem kerültek fel a listára például, és azok engem sokkal jobban idegesítenek, szóval én azt mondanám, hogy ez engem csak egy B szinten idegesített. Tehát ez az, ami zavaró, tehát, hogy annyira zavar, hogy beszéltem róla másokkal is, viszont annyira nem zavar, hogy mondjuk, érted, írnék róla egy komment posztot alá, vagy egy YouTube kommentet, hogy dude, what the... Ez igaz. Ez igaz. Valóban én is, az S-ről én is visszasorolnám a B-re, a saját listámon is, de a közös listán is egyetértek, hogy a B-n legyen. Mert igen, az est fenn kell tartani tényleg annak, ami kifejezetten életveszélyes, és még mindig van egy szint az életveszélyesek és e között a Chego cucc között, amikor káros, társadalmilag káros. Ez igazából annyira nem káros, ez csak inkább olyan, hogy ne jutalmazzuk már ezt a erőfeszítést nélkülöző hülyeséget. Do better. Igen. Na. Menjünk tovább. Most te választasz. Van egy, amiről nem tudom, hogy micsoda. Azt tök jól elmagyaráznád. Oké. Okay. Az a Nightcore-os. Aha. Ezt beraktad, ott van az első sor közepe felé ilyen villámos olyan képet találtam. A azon. Nightcore. Ezt nem tudom, micsoda. Speed up. Na, ez TikTokon, amit csinálnak, amikor fognak egy zenét, és felgyorsítják. Jó, és ilyen, ebből lesz trend. Ilyen izé legyen? Nem adnak hozzá semmit, csak felgyorsítják. És ugye az a helyzet, hogy a zenészeknek van ugye egy szerzői joga a zenéhez, ami az övék. És ha bárhol lejátszák ezt a zenét, azzal azért ők dolgoztak, tehát ők megcsinálták ezt a zenét, hogy az mehessen. Tehát, hogyha bárki potenciálisan bevételt szerez abból, hogy ezt, tehát a zene segíti hozzá az ő bevételüket, akkor azért jogdíjat kell fizetni. És ugye a TikToknak egy nagy problémája volt az elején az, hogy hát rengeteg jogdíjas zenét használtak fel, úgy, hogy ehhez amúgy nem azt mondom, hogy nem volt meg az explicit hozzájárulása a zenészeknek, de hogy nem volt így tisztázva a jogi helyzet. Sokáig így működött. Vagy nem is a TikTok, hanem még a Musical.ly. És utána jött egy olyan, hogy oké, akkor a TikTok is valamilyen szinten átfordítja ezeket a lejátszásokat. Nem, azt hiszem nem is feltétlenül, hogy fizetnek, vagy valami, de a lényeg az, hogy most már jobban tisztázva van a jogi helyzet itt a TikTokban, tehát legalább nem engedik azt például, hogyha te business fiókot csinálsz, akkor nem használhatsz jogdíjas zenéket, meg ilyesmink. Tehát a lényeg az, hogy a jogdíj helyzet még mindig nincs teljesen tisztázva, de már legalább mit tudom, azt hiszem, az benne van, hogy ezekbe a slágerlistákban, tehát a lejátszási listákban lejátszásnak sem számít a TikTok is. Még akkor is, hogyha nyilván az csak a zenének, csak mit tudom én, egy fél perce vagy annyi se. És amikor valaki csinál ebből egy felgyorsított verziót, akkor az az övé. Az, aki felgyorsította a zenét, nem pedig a jogdíj kezelőjé. És voltak többen, akik így
így panaszkodtak, van egy jazz énekesnő, akinek van egy lassú, hát egy jazz száma, amit zongora és ének, és ebből a felgyorsított verzió milliószor népszerűbb lett, mint az eredeti, és ő panaszkodott, hogy amúgy, tehát hogy az az én hangom, meg az én zongora játékom, meg én írtam, meg minden az enyém ezzel a szerzői joggal, és a szerzői jog szerint transformatív az, hogy tehát átalakítja a zenét az, hogy benyomsz rajta egy másfeles sebességszorzót. Mm. És ez egy másik, tehát hogy neki semmi előnye nem származott abból, hogy az ő zenéje lett népszerű valaki más felgyorsítása alapján. Jó, hát mondjuk ennek a jogi körülményeit kell megváltoztatni nyilván, hogyha, hogy honnan van a... Persze, igen, igen. A free use, vagy mi az. De szerencsé, hogy nem hallottam ilyet, szerencsé, hogy nem TikTokozom sokat, mert ezek engem nagyon triggerelnek. Én a remixeket is utálom. Tehát amikor ilyen dance music lesz valamiből, ami nekem egy fontos, ugye ez egy kedvenc slágerem volt, meg ilyesmi, én nem tudom ezeket meghallgatni. Megközött a Sweet Caroline. Igen. Oh my god. Van egy ilyen dubstep remix belőle, kurva vicc. Na mindegy, szóval én ezt biztos legalább A-ba sorolnám. Tehát, hogy ez engem, ha hallanám, de szerintem ez elkerülhető, szóval lehet, hogy ne, de maga a jelenség az viszont károsabb. Így van, mert ez egy kicsit azért közel van nekem legalábbis, még akkor is, hogyha jogilag ez lehet, akkor most tiszta, de ez nekem egy kicsit lopás, és hallgatni meg idegesítő. Hát effektíve lopás, tehát, hogy... Hát hogy... De nem, ha jogilag ez oké. Okay. Ha jogilag oké is lenne, akkor, de hát nem az. Hát a nem izé? Nem védi a... Hát elvileg védi, de most értetted, hogy amikor a most nyáron, vagy mi ősszel a Lady Gaga szám népszerű lett a Wednesday-es táncolós cuccal, hát az is egy ilyen felgyorsított verzió volt. Uh-huh. Tehát ott nem a Lady Gaga neve szerepelt sohasem a zenén. Még akkor is, hogyha mondjuk, lehet, hogy a többség tudta, hogy ez egy Lady Gaga szám, de hogy így... Ja, hát a Fair Use-nak én nem vagyok tisztában nagyon a részleteivel. Csak ha a nem fér bele, nehéz. Akkor fix tolvaj, hogyha ezért belefér, akkor nem. Tehát, hogy attól függően. De szerintem rohadt idegesítő. Igen. Szóval, ha valaki másnak a szellemi termékét használjátok fel, akkor jelöljétek meg, mert azt valaki más csinálta. Na, mi lesz a következő, Dani? Jöjjön a 8-ker. Arról is nem akarok beszélni. Nice. Ez most nemrég volt. Merült fel bennem. Itt arra gondoltam konkrétan, amikor ezt így, hát majdnem mindenütt látom az interneten, de valahogy, mint hogyha a TikTokkal most erősebb lett volna, vagy mint hogyha ez egy ilyen mém lenne, tehát megint mém lett volna TikTokon, hogy a 8-ker ez egy ilyen halálveszélyes hely. És így az emberek posztolnak videókat a Corvin negyedről, és akkor tudod, és a kommentekben, ó, te itt mersz kamerázni, nem feszül, és így, ez a Corvin negyed metróállomás, haver. Mert így, oké, technically 8. kerület valóban, de hogy így, tehát hogy ez a, annyira feltűnően azok, akik szerintem még sose jártak Budapesten, csak hallottak a 8. kerületről, és azok kommentelik, hogy a Corvin negyed az milyen elképesztően veszélyes hely. Ez nekem annyira, ez nem is azt mondom, hogy ez ilyen idegesítő vagy káros, csak inkább ilyen cringe, hogy így annyira, amikor valaki ezt leírja, hogy húst, akkor vinni nyugni a telőmenet, venni a telefonodat, ez egy kicsit olyan lebuktatott magad, hogy így fogalmat sincs arról, amit beszélsz. Igen, tehát én soproni vagyok, és 18 évig Sopronban éltem, vagy egyetemre jöttem fel Budapestre, és én meg voltam győződve arról, hogy Budapest egy relatíve veszélyes hely. Tehát, hogy nézzé, még az nem segített azon, hogy az első héten előttem megpróbáltak ellopni egy purse, egy táskából pénztárcát, és akkor ezt megállítottam, mert az a 4-es, 6-os, akkor jöttek be a kombinok. És tehát ez nem segített rajta, de azért azóta azért meg kell mondjam, hogyha nem beszélsz, nem hogy hívják, az én minden azt mondom, nem tudok segíteni, és nagyon régen senki nem szólt hozzám, és nem azért, mert hogy egy akkora nagy darab izé lennék, hogy ez... Nem. És a 8-kerben éltem 4 évet, én a beljebb, a János Pálpápa téren, hát most ugye én a 7. kerbe tartozom, de az utca másik fel az már a 8-kerbe tartozik, tehát most a határán. Ja. Igen, én meg effektíve a Corvin negyednél laktam 5 évig, tehát konkrétan ott a metró megálló fölött. És most nem azt akarom mondani, hogy ne lenne veszélyes amúgy a város. Tehát, hogy amúgy, tehát történnek tényleg bűncselekmények a városban, ez tök nyilvánvaló, és teljesen nyilvánvaló, hogy a forgalmas útvonalakon több bűncselekmény tört. Tehát nyilván a nagykörút mentén, ahol az összes éjszakai szórakozóhely van, mindenki, aki hát
rosszat akar csinálni éjszaka, az oda megy, ahol sok ember van, ami a nagy körút. Tehát ugye ez logikus, nem ezt akarom mondani, csak azt akarom mondani, hogy azért ne állítsuk be úgy, mintha mit tudom én, Bagdad lenne a 8. kerület. Tehát hogy azért nem egy háborús övezet. Nem kell az, hogy akkor este van, már lement a nap, nem megyek ki, vagy ilyesmi, azért ez egyáltalán nincs. Igen. Tehát bizonyos szempontból, és ez elég szomorú, és tudom, hogy mi most azért tegyük az, hogy mi két felnőtt férfi vagyunk, és nőként teljesen más a városban járni, viszont az meg nem a 8-kernek a sajátossága, hanem úgy általánosságban a városnak a sajátossága, és ez egy teljesen másokból baromi szomorú, csak hogy ezek a tehát fényes nappal a 8. kerületbe sétálni és telefonálni, az azért nem fognak ledöfni. Nem. Ugyanez a Blahával, tehát a Blaha a másik, amiről folyton ezt mondják, tehát hogy így én, tehát hogy volt most, hogy felültetek a Blahát, volt egy ilyen, hogy ezelőtt sose szerveztél volna találkozót a Blahára, hogy ott találkoztok, meg beszéltek. Én többször velem szakítottak a Blahán. Tehát, hogy így, effektíve az akkori barátnőmmel beszéltük meg, hogy találkozunk a Blahán, és ott szakított velem. Tehát, hogy így, az egy normális élettér, meg minden. Igen, vannak ott olyan nem kívánatos szereplők, meg mit tudom én, meg bűnözés az úgy általánoságban nyilvánvalóan egy nagyvárosban több bűncselekmény történik, mint máshol, de hogy azért állítsuk be háborús területnek. Igen. Egyébként, hogyha valahol, szerintem BKV járatokon több bűntényt láttam, mint utcán, igen. Bármilyen megjegyezve. Tehát metró, meg 4-es 6-oson jobban félek kivenni a igen. telefonomat, mint az utcán a Corvin negyednél, vagy akár még hátrébb. Uh-huh. Abszolút. Egyébként meg a női dologra visszatérve, vegyetek paprikasprét. Női ismerősötöknek, ha nők vagytok, vegyetek paprikasprét. 5-10 ezer forint, több évig eláll, rá lehet rakni egy fix helyére a táskádnak. Abszolút hatékony, instant menekülés. Tényleg nagyon sok, nagyon... Hogy egy kicsit félsz, legalább egy kis magabiztosságot ad. Én mindenkinek veszek, tök jó. Egyikünknek se kellett szerencsére használni, ez is benne van egyébként, hogy majd az én általam szolgáltatott paprikasprék 10-15 éve biztos, hogy folyamatosan járják Budapest utcáit, és soha nem kellett használni őket, de nekem is sokkal kevesebbet kell aggódnom emiatt, mert tudom, hogy legalább van ilyen esély, hogyha bármilyen előfordulna. Ez az egyik, a másik meg a telefonálás, amúgy pont a telefonálás, pont éjszaka. Nyilván a legjobb az, hogyha van valaki, tehát én is nekem a feleségem rendszeresen hívott fel, amikor hazafelé jött este, az egy tök dolog, végig beszéltek az úton, ha bármi van, akkor ez megnyugtató is, meg amúgy effektíve védelem is tud lenni, de ha épp nincs kit felhívni, akkor is vannak amúgy ilyen szolgáltatások, akik kifejezetten ilyen hazakísérő szolgáltatás, hogy fölhívhatod őket éjszaka, és valaki végig vonalban van veled, amíg hazamész. Vagy csak emeld a telefon, az a fejedhez is beszélges magaddal, az sem teljesen kizárt. Az viszont. Na, csapassuk, mert most tartsunk egy rövid speedrun-t, de hova tesszük ezt? Én ezt hagynám a B-be. Jó lesz a B. Mert megint csak azt mondom, hogy nem társadalmilag káros, cringe. Igen, meg egy kicsit azért vicces is. Tehát amikor kirakják a mémet, hogy a legokosabb ember a Blahán, vagy ilyesmi, azért én azon szórakozom. Tehát kicsit mém van egy mém része, igen, van egy mém része. Nem, én most kifejezetten inkább arról beszélek, amikor valaki kirak egy általános videót a Blaháról, és a komment oda jön, hogy izé. Igen, jó, maradjon a B-be. Most random húzok egyet. Jó, ez... Ez az online jótékony, ez a Mr. Beast-es jótékony. Most itt egész konkrétan egy tweet volt, várjál, felolvasom ezt a tweetet, hogy mi volt. Mr. Beast, ugye volt most egy ilyen videója, hogy valami 1000 embernek megcsináltatta a szemét, és hogy erre kitweetelt egy olyat, hogy a gazdag emberek, hogy a Twitter mindig azt mondja, hogy a gazdag embereknek segíteni kéne másokat, erre én, tehát hogy Mr. Beast, jó, akkor én arra használom a pénzemet, hogy segítsek az embereken, és megígérem, hogy minden pénzemet elajándékozom, mielőtt meghalok. Minden fillért belőle. Twitter, Mr. Beast rossz. Tehát, hogy ez a... Tehát, hogy Mr. Beast jótékonykodik, de fel van háborodva, hogy negatív az image-e még mindig, akkor milyen... Szóval ez egy kicsit megkérdőjelezi az önzetlenségét a jótékonykodásnak, hogy mármint, hogy értetted, hogy az igazi jótékonykodás az azért nem vársz el elismerést. Na. Igen, de holott, tehát érted, hogyha meg úgy érzed, hogy na most én tényleg különbséget teszek. Itt van mindenki, és zsebére dolgozik, és én meg, érted, külön kimegyek, és tehát direkt pluszba csak erre fordítok, és semmi se jó a közönségnek. Tehát bármit csinálok,
akkor is folyamatosan, jaj, hát gazdag, és hogy csináld be a videót, és tehát, hogy ezt a részét is értem, hogy nem tudjuk Mr. Beast milyen. Lehet, hogy totál kapzsi, és a YouTube-on milliókat behoz, és semmit nem volt ez az $1000, vagy a 1000 szemműtét, ez neki totál profitábilis vállalkozás volt még így is. Ebben nem, egyszerűen nem látunk bele. De én azt mondom, hogy lehet, hogy ez a része, hogy ő neki ez tényleg fájdalom az, hogy most akkor próbáltam jót csinálni, akkor is leszolták, jó, oké, eladom az összes pénzben, akkor jobb lesz? Tehát, hogy valami lesz, ami megfogja akkor a közönséget, hogy ez már tényleg egy jótékonyság? Mert hogyha meg nem posztolom ki, akkor nem tudják meg, tehát, hogy érted, tehát, hogy akkor viszont nem is fog másokat sem motiválni arra, hogy erre költsék a pénzüket. Tehát van benne egy ilyen végés, de... Hát nagyon, csak hát ugye van ez a ne tudja a jobb kéz, mit csinál a bal, tehát hogy a szerintem, legalábbis az én véleményem, az igazi jótékonykodás az, amiről nem beszélt senkinek. Tehát az akkor lesz, tehát az az igazi jótékonykodás, amikor úgy csinálod, nem csak, hogy nem vársz érte elismerést, hanem nem is tudja senki. Az önzetlen jótékonykodás. Az önzetlen jótékonykodás. Annak az 1000 embernek jobb a szeme, és nem kellett fizetniük érte. Tény. Tehát, hogy jótékonykodásnak ez is jótékonykodás volt, tény. Még akkor is, hogyha önző igen. profitábilis háttere volt. Csak hogy akkor ne lepődjön meg, hogy akkor tehát az imidzsének, tehát az szerintem, az nyilván, ha valaki jótékonykodik, és arról beszél, hogy ő milyen sokat jótékonykodik, az számomra ez egy visszatetsző tulajdonság, tehát akkor ne lepődjön meg azon, hogy ez van. Nem tudom, én még mindig úgy vagyok vele, hogy még így is jobb. Tehát, jobb? Hogy, igen, tehát meg így is jobb lett annak az 1000 embernek. Az amerikai egészségügy egy vicc, sőt nem is vicc, inkább egy legszomorúbb sztori a világon. Szerintem. Igen, egy horror történet, igen, inkább, igen. Tehát, ja. Én igazából itt arra gondoltam, azok az emberek, tudod, akik fölveszik, ahogy szerencsétlen hajléktalanoknak adnak $100. Amúgy az is benne van ebben. Igen. Nem csak, hogy undorít, az káros, undorít, és kiakaszt, és ezért hogy hívják. És arról a parodi videók, amik azt írják, hogy jó, ez lesz, mez lesz, és a thumbnail-en, és akkor rákattintasz, és akkor igen, kiosztottam valamennyi pénzt, egy csomó hajléktalanak, nem beszélek róla, nem vettem föl, mert hogy van méltóságuk, és nem akartam őket kihasználni. Az az egyetlen formája, aminek ez így okés és működik. Igen. És ez is, tehát hogy na az kiakaszt. Azt igen, tudtam. Igen. Jó, tehát hogy ha nem a Mr. Beast, hanem a másik irányba megyünk akkor el ezzel, akkor viszont ez A. Én nekem S. Tényleg. Tehát, hogy azok, akik legjobban kétségbe vannak eső, és legjobban ki vannak téve, azokat fölhasználni arra, hogy effektíve a tényleg rajtuk följebb lépj, az nekem egy ilyen undorító tényező. Tehát nekem az S, neked a... Meggyőztem. Amúgy. Ez nem tudom mi. Az Facebook toxic csoportok. Azokat... Fú. Nem fog beleférni itt valami. Nem fog beleférni a... Szóval... Egyszerűbbeket kellett volna vázolni, hogy teabagging. Várjál, keresem az egyszerűbbeket. Hol van? Teabagging. Szerintem kind of vicces, nem zavar soha. Őszintén, igen, én is ezt akarom mondani. Ugye a teabagging az a... Hát a főleg a Halo-ból jön, azt hiszem, de nem tudom, hogy korábban is. Amikor megölsz valakit egy online FPS-ben, és googolsz az arcán. Igen. Megszégyenítve. Mint hogyha... Ez, férfi nemi szerveidet az arcába nyomnád a halála után, mint ami egy... így drasztikusnak tűnik, de ez videójáték. Ez egy videójáték, igen, tehát hogy ha van egy olyan implikációja, hogyha ezt túlságosan komolyan vennénk, és valóságosnak gondolnák a videójátékokat, akkor nagyon para, és biztos vagyok benne, hogy vannak, akik nem értik a különbséget a videójáték és a vizék között, de hát tény, hogy alapvetően ez csak szimplán egy toxikus viselkedés. Hogy vannak olyan e-sportjátékok, amiben ez tiltva van, és bannolnak érte. Streamerek is kaptak rá bant. Igen. Pedig meg akkor is, amikor nem direkt csinálták, csak úgy kellett pozícionálniuk. Én azt mondom, ez C, szerintem kinda vicces, kicsit idegesítő volt, amikor ez nagyon-nagyon ment. Igen. Tehát inkább azon, hogy ez egy olyan toxikus viselkedés, ami azért C, mert már amúgy is tiltva van egy csomó helyen. Igen. Tehát, hogy az effektíve korlátozva van. Ha még mindig csinálod olyan helyeken, ahol meg van engedve, akkor hát... Yeah. Remélem, hogy érted a különbséget a valóság és a ízék között, de azért, ha ezt csinálod, akkor egy toxikus ember vagy alapvetően. Yeah. Kívülről nézve vicces. Kicsi szolti. Sose csináltam. Toxikus, talán erős. Szolti. Dabbing. Legyen a dabbing. Második kép. A dabbing szerintem effektíve vicces. Az abszolút. Abszolút. Az van, hogy a dabbing szerintem elindult egy cringe trendként. Abszolút, igen. Csak már annyira cringe, hogy már átfordult, és már iszonyú pontosan. Vicces. Tehát amikor bejött, akkor mindenki ilyen, nem már... Dab on the hater. És aztán annyira vicces lett, hogy én a mai napig szerintem szoktam néha dabbelni az irodába, csak azért, mert hogy így nincs mit mondanom, és akkor így...
nekem a kedvenc Fortnite emotom a Deep Dab, amit ugye a Jax Films-től loptak el, aki csinált egy paródia videót, hogy a legmélyebb dab, hogy így a földig ledebbelt, és utána ezt a Fortnite, vagy hát az Epic ellopta és csinált bele egy Fortnite emotot, az sose kerül le az emote vilemről. Tehát nice. az ultimate, de még sose használtam ingyen, amúgy meg kéne tanulnom használni. De ez D, ez abszolút D. Tehát, hogy ez átfordult idegesítőből iszonyú viccessé. Az volt a legjobb, amikor kirakták a Facebook group Christian Moms Against Dabbing. Ment egy csináltak külön csapatot, hogy mit csináljak, hogyha a gyerekem rendszeresen dabbel, úgy ez egy paródia csoport volt. Hát remélem. Ez zseniális volt, hogyha igaz. Volt egy ilyen posztkíró, hogy mit csinálja a gyerekem dabbel, megszállta a karját az ördög. És akkor dob meg szentelt vízzel. Olvas fel neki pár passzust. Nice. Slime. Szerintem nagyrészt ártalmatlan, engem sose vonzott, nem értettem. Idegesített az a videó, amikor azt csinálták, mondjuk offline tévé, sok offline tévét nézek. Azokat a videókat megnéztem, és így okay, gusztustalan. Én nem tudom, én lehet, hogy most bizonyítom be az életkoromat, de én fullosan nem értem a slime-ot. Egyáltalán nem értem a slime-nak amikor általános iskolás voltam, akkor menők voltak, ezek a takonynak hívtuk akkor, nem volt még ilyen fancy. Felvették a formát? Nem, hanem konkrétan ilyen zselésszerű anyagból, ilyen mondjuk bármilyen figura, és az rajta van egy ugyanilyen zselés anyagból, egy ilyen hosszú cuccon, és a végén volt egy kör, abba beledugtad az ujjadat, és ezt így eldobtad, így ráragad a dolgokra, és így visszahúztad, meg így jó-józtál vele, meg minden, és ilyen gusztustalan igen. volt, és taknyos, és mint te. És hogy ez kb. Ugyanaz, csak hogy magadnak kevered ki, és ilyen recept videók vannak a neten, és megcsinál, de mit szerintem csinálsz? Tehát az a játék, amire én gondolok, ott legalább volt egy forma. Ott azzal volt egy játék, amit csináltál vele. Szerintem ez olyan, mint a gyurma, csak buta amerikai gyerekeknek. Tehát, hogy nem kreálsz valamit, mert az nehéz, hanem csak nyúlsz csak bele tapogatod. És minden. Én azokat értem, amit most is adnak egyébként egy csomó áruházba, hogy van benne egy figura, és akkor slime-ba van, és akkor valamit kiegészítő plusz tevékenységként, vagy ilyesmi van. Ki kell bontanod. Ki kell bontanod a tojást, és benne van a kis unikorn, és akkor jaj, slime-ba van, de akkor még játszok egy kicsit a slime-mal, meg ugrál benne, de sose értettem igazán. Amúgy, tehát azt a részét amúgy értem, hogy a gyerekeknek tehát az idegrendszeri fejlődésnek egy tök fontos része az, hogy vagy hát nem az idegrendszeri fejlődésnek része, hanem az egy ilyen idegnyugtató dolog, hogy különböző textúrákat lehet fogdosni. Tehát ez pontosan az én kisfiam is olyan, hogy megyünk, és hogyha lát egy pocsolyát, akkor le kell guggolni, és nyúlkálnia kell benne. Tehát a vízben szeret nyúlkálni, meg a kavicsokat nyúlkálni, meg a sárba nyúlkálni, ez ugyanaz. Tehát a slime az egy gyakorlatilag egy tiszta és biztonságos formája annak, hogy így egy érdekes, fura textúrát tapasztalunk. Lehet, hogy ez csak ennyi akkor. Szóval, hogy ez tényleg ennyi, csak hogy az a brutális ilyen online kultúra, ami a slime köré kialakult, nekem az, ami egy értetetlen dolog. És az, hogy effektíve voltak veszélyes receptek a neten, tehát terjedtek olyan receptek, amitől ilyen allergiás kiütések, meg kiég a kezük, meg ilyenek. Én csak emiatt felhúznám a B-be, mert alapvetően a C-be lenne, mint nem értem, de az, hogy kapcsolódtak hozzá veszélyes dolgok, és ezt sok gyerek ellenőrizetlenül csinálta. Jó, benne vagyok. Most te választasz. Azt mondom, Battle Flip, az nagy volt, a legelső. Battle Flip, az szerintem egy tök okis dologként indult. Unatkozott gyerekek, egyszerű dolgok, olcsó, érted, semmi probléma. Amikor átvették az nagy influencerek, nagy streamerek, és akkor 720-13 ember egyszerre flippelt, nem tudom micsoda, és mindenhol jött szembe, és akkor mit tudom én, és akkor konkrétan a gyártók annyira rámentek, hogy extra balanszolt üvegekbe adták a vizet a gyerekeknek, még drágábban. Ténylegesen voltak az áruházakban, amcsiben egy csomó ilyen fajta, hogy easy flip, nem tudom micsoda verzió, mit tudom én, és így egyszerűen csak sok volt. Ugyanúgy, mint nem tudom, a Minionokból van valami szerintem a listán. Aha. Minionok, értem, hogy miért tetszett az embereknek, értem, hogy miért voltak cukik, és mit tudom én, egyszerűen sok, és túl sok helyen. És csak sok, és sok, és sok, és egyszer sokat látsz valamit, akkor elkezded menni egy ilyen végtelen zúgás a fejedben, minden egyes videóval egy kicsit erősebb, és akkor már úgy vagy vele, hogy nem akarom látni soha többé. Szóval én nekem ez A.
Én ehhez csak annyit mondok, hogy nekem egy személyes sértődésem van ezzel az egésszel. Én amikor középiskolás voltam, tehát ez nem is tudom, 2009-10 környékén, de évekkel azelőtt, hogy ez nagy trend lett, ezt csináltuk a középsőjében. Mm. Tehát én meg voltam győződve, hogy mi találtuk ki ezt a játékot. Tehát effektíve az volt, hogy a szünetben voltak ezek a nem szponzor kepi üvegek, azok az ilyen literes vagy 0,75-ös üvegek, az volt a legideálisabb rá, és azt mondjuk ilyen harmadáig kellett tölteni vízzel, hogy ilyen tök jól kiegyensúlyozott legyen, és az egész azzal indult, hogy én doboltam, és ezért így a dobverő flippelgetést tanultam. Mm. És a suliban nem volt nálam ilyen, úgyhogy az üvegemmel kezdtem el ugyanezeket csinálni, egy ilyen hát majdnem mint ugyanaz a érzés, vagy ugyanamiatt jó, mint a zsonglőrködés, csak nyilván egy üveggel csak flippeltem, és aztán egyszer véletlenül feldobtam, és így leesett, így, és így, dude, ezt láttátok, cool, ez rohadt jó, hát próbálja meg én is. És akkor elkezdtek ezzel menni a szünetek, hogy így próbáljuk, és oké, akkor mennyit tudunk zsinórban, és aztán kialakult egy játék. Körbeülünk egy asztalt, és mindenki dobhat egyet, ha sikerül flippelnie, akkor még egyet dobhat, ha nem, akkor jön a következő, és akkor ugye az egy szünet alatt kinek lesz több pontja gyakorlatilag. És ezt hónapokon átjátszottuk, és mondom, ez valamikor 2008 és 2010 között lehetett a periódusban. És ez évek, és amikor jött ez a battle flip trend, már bőven egyetemista voltam, akkor így, ja, ez volt a játékunk középsuliban, nyilván vágom. Szóval nekem, én emiatt vagyok egy kicsit szalti. Csak az internet volt különbség, érted? Hát igen, tehát az, hogy... Ha is felvettétek volna, akkor Magyarországon is nagyobb trend, meg... Nyilván, igen, tehát hogy mi, ha ezt rögzítettük volna, csak nyilván akkor még nem volt ez, persze, hogy mindenkinek a zsebében van egy erre képes kamera. Amit volt mobiltelefon, annyira régen nem volt ez, de hogy... Tehát volt mobiltelefonunk, de akkor az okostelefonunk Magyarországon még nem voltak annyira elterjedve. Te azt mondtad, hogy já, annyira... Nekem tényleg idegesített egy idő után. Tehát, hogy alapvetően nem zavart, meg nem találkoztam élőben sokszor ezzel a tevékenységgel, de amennyire ráült mindenki, az nekem már egy kifejezett, már egy idegesítő dolog volt, igen. Tehát nem akartam vele találkozni, és... Én azért megadom az ánt, mert ott még kevés van. Jó. Szeretem, hogy ők kicsit kiegyensúlyozott. Hol van a Tide Pod? Tide Pod lehet, hogy nincs rajta. Nem, az a battle lerúgás. Lehet, hogy a Tide Pod nem volt rajta. Kimaradt a Tidepodról, ez a thumbnail-en is rajta van. Jó, beszéljünk úgy a Tidepodról, mintha itt lenne. Rakjuk helyette be azt, amikor a gyerekeket videózzák a szüleik, az a negyedik, az van egy gyerek. Ez? Az lesz akkor a Tidepod. Jó. A Tidepod csend szerintem Magyarországra nem ért úgy el, csak mint hír. Mert nincs is Tidepod, igen, szerintem. De szerintem az nem az, amit beleraksz vannak a mosogatógépbe, vagy nem, a mosógépbe. Igen, tehát hogy ilyen kis izé, ami kimossa a dolgot. Szóval van nálunk Tide Pod, csak nem Tide Podnak hívják, mert hogy, a de hogy annak ugye az a lényege, tehát amit a mosogatógépbe raksz tablettát, annak az is jön egy ilyen fóliában, de az kibontod a fóliát, és csak azt a kis kemény kekszet dobod be a mosogatógépbe. Szerintem van mind a két fél. De hogy a Tide Podnak a lényege az, hogy ott már eleve össze van keverve a cucc, és egy ilyen vízben oldódó fóliapak. Van ilyen vízben oldódó fóliapak, csak nem tudom, mi a zselé van, de mindegy. Valószínűleg van nálunk is. Szóval, hogy volt egy ilyen trend, hogy Tide Pod Challenge, hogy meg tudod enni, vagy... De én szerintem amúgy ez egy ilyen kamu trend volt, nem? Tehát ugyanaz, nem, mint a Momo Challenge. Voltak, akik kórházba jutottak. Ja, tuti. Valaki komolyan. Tehát, hogy olyan mennyiségű savas, meg lugos dolog volt, hogy elrontottak a tüdőket. Hát nyilván, azért ez egy takarítószer. Tuti, nem tudom, hogy hányan, de azt tuti, hogy legalább egy vagy kettő volt, mert olvastam a rendes jelentést, hogy megőrizték a hangjukat, meg ilyesmi, de hogy komoly égési sérüléseket érel még a torkukon, meg ki kellett most egy gyomrot, meg mit tudom én. Hát minden ilyen szappan az egy rohadt lúgos dolog, tehát hogy ez így szétmar. Persze. Ki látta a Fight Clubot, ez... Jó, tehát ez szerintem ez az a tipikus estír, tehát hogy az interneten, igen, azok, akik szolgáltatói a Facebook, a YouTube, a TikTok, ezeket korlátozniuk el, ez a tartalmakat, főleg, hogyha gyerekekre vonatkozik. Tehát mi ezért táncolunk minden ilyen gyerektartalom körül folyton. Nagyon figyelni kell, hogy ne letiltsanak bármivel, amit gyerekeknek célzol, mert az ténylegesen fontos. Ja, hát kifejezetten nem célozunk gyerekeknek. Tehát, hogy én mindig kipipálom azt, hogy a mi videóink semmi esetre se kerüljenek a YouTube Kidsbe. Tehát, hogy senkinek a gyereke ne találja meg a mi videónkat véletlenül automatán, mert nem annak a generációnak szólunk, és kész. Igen. És akkor az, hogy minden amerikai gyerekhez kvázi eljut egy ilyen challenge, hogy egyed mérget,
Ez egy nagy dolog volt, meg ezzel hülyéskedő gyerekek videói fönt lehetnek, fölkerülnek. Tudod, persze, 1000 gyerekből 999 van olyan okos, hogy értsi, hogy ez vicc. És akkor az az egy hülye gyerek, aki meg ténylegesen beledugja a villát, érted a ezébe, és akkor van egy halott gyerek. Tehát ilyet azt le kellett volna szedni a izéknek, nem kellett volna folytatni azoknak, akik terjesztették, nem kellett volna viccelődni, felhozni nagy influencereknek, az ő felelősségük is, veszélyes és sérülések is voltak belőle, ráadásul sek hülyeség volt az egész. Tehát, hogy nem igen, volt tehát semmi nem vicces volt dolog benne. Igen, igen. Tehát, hogy ja. Zero. Viszont jó, hogy akkor behozzuk, akkor most a speedrun, hogy mondtél, már 3-4 van. Okay. A gyerekek lekamerezása, az szintén ezt írt. Tehát jó, hogy ezzel vettük össze, mert az full ezt írt. Tehát az, hogy most nő fel egy generáció, akinek az élete fontos eseményei abból állnak, hogy tehát hogy egy telefont lát maga előtt, hogy a szülei kamerázzák, az nagyon para. Az nagyon para. A feleségem mesélte, ő a TikTokon ugye nagyon sok ilyen nevelési, meg ilyesmi dolgokat kap. És olyan nevelési TikTokok, akik így mondjuk arról akar egy videót csinálni, hogy hogyan kezeld azt, hogyha a gyerekednek van egy ilyen nagyon durva érzelmi kitörése, és ezt felveszi úgy, amikor a gyerekének egy érzelmi kitörése van, és ordítva sír a gyerek, és ez az egy dolog, hogy levideózod, de hogy az interneten megosztod potenciálisan több százezer vagy millió ember előtt, az milyen, nem is értjük még, hogy ez milyen traumát fog okozni egy egész generációnak, hogy bármit csinálnak, az arcukban van tolva, mondd meg egyszer, csinál, mondd meg, és hogy így nőnek föl. És ez önmagában egy traumatikus, de az, hogy vannak emberek, akik ebből élnek meg, hogy a gyerekeiket így kvázi kiprostituálják nézettségért, az még durvább. Igen, szerintem egyfajta abuse. Tehát, hogy ez konkrétan hát komoly lelki problémát. Verbális és lelki traumát okoz, tehát ez konkrétan nyilván erőszak. Nyilván vannak benne nagyon nagy szintkülönbségek. Tehát Amerikában volt egy ilyen csatorna, ahol el is vették a gyerekeket a szülőktől a YouTube videóik alapján. Pedig nem verték őket, de látták, hogy ez a fajta ott bullyingnak hívták, tehát az, hogy ez a fajta verbális, meg hogy hívják, trauma, amit okoznak neki, ez már most kijön a gyerekekben, hogy ez mennyire veszélyes és rossz neki. Igen, igen. És nagyon-nagyon gyakori szerintem, és semmilyen fajta szabályozás szerintem nincs se a YouTube-on, se azért, hogy ezek fölmennek, és vannak ilyen content családok, akik ebből élnek, hogy direkt drámát keltenek, meg nézzétek meg a thumbnail-eiket, olyan, mit csinált Kodi, beszart, meg így reagálok a jegyeire, meg most poénból elvettem tőle valamit, és azt hazudtam neki, hogy sose volt olyan, mert az vicces. Sötét dolog. És hogyha ha egy felnőtt ember bemegy egy reality műsorba, ahol szintén nagyon toxikus dolgok történnek, és most ne is beszéljünk arról, hogy a való világ amúgy mennyire elképesztően társadalmilag káros, de hogy ott legalább felnőtt emberek mennek be és egyeznek bele, és mondjuk legfeljebb csak tehát legfeljebb nem elég tanultak ahhoz, hogy felfogják, hogy ez mennyire gáz, és nyilván ott a műsor szerkesztőnek van egy felelőssége, de hogy egy szülő a saját gyerekével csinálja meg, aki effektíve nem tud hozzájárulni még ahhoz, hogy ez történjen vele, az nagyon durva, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg egy ilyen 5-10, nem tudom, hogy a Sheikálnak a gyerekei mikor fognak felnőni olyan szintre, hogy az első ilyen YouTube gyerekek, akiknek az egész gyerekkoruk a nézők szemei előtt történt, hogy ővelük mi lesz, ez pluszos lenne, hogyha csináltunk volna olyan tírt. Ez szerintem a legnagyobb for sure. Beszéljünk olyanra, ami vidám, mert most már nem mondtunk olyan pozitívat. Ott a Harlem Shake az első sorban. Harlem Shake. Én instant day-re bedobom. Instant day. Tehát, hogy az egyik tök jó karakterkészítő, tartalomkészítő. Mondjuk a Filthy Frank, az karakterkészítő igen, is, volt, amúgy. Mindegy, tehát, hogy egy tök jó fej által, aki szerintem egyébként ilyen pioneer, így a YouTube világában. Abszolút. Tehát, hogy iszonyú sok trendet ő talált ki. Tök jó poén. Tök jól elment globálisan, senkinek nem fájt. Mi is csináltunk az egyetemen. Hogyha megnézitek, PPK, BTK, Harlem Shake, több tízezer nézettség van rajta, ott vagyunk rajta a bükivel, meg lehet nézni. Jó zene, jó poén, sok ember élvezi, igen. Jó trend. A legrosszabb talán, amit el lehet mondani, hogy kicsit cringe volt, hogy milyen sok volt egy időben, de az idő szerintem megszépített. Tehát, hogy a mai trendekhez képest a Harlem Shake egy annyira ártalmatlanul igen, kedves ártalmatlan trend, hogy így bárcsak több olyan trend lenne, mint a Harlem Shake. Cool, nem kell róla többet beszélni. Ez a planking? Az a planking. Planking. Szerintem az is ugyanez. Abszolút. Pontosan ennyire azt mondanám el róla, amikor egyszer
pázmányos egyetemi illuminált estéről hazafelé jövet kitaláltuk, hogy a Fényesliget, hogy hívják ez az utcát, ami vezet be oda, mindegy. Szóval, hogy ott kitaláltuk, hogy plenkeljünk, és mind a mai napig megvan ez a kép, hogy ketten plenkelünk, és középen valaki aulingol, mert volt bogoly része is. Ez megint csak olyan, hogy oké, egy szempontból talán lehet célba tenni, mert ennek is volt azért veszélyes része, hogy az emberek elkezdték egymásra licitálni, hogy hol plenkelnek, és van benne veszély, de alapvetően még mennyivel ártalmatlanabb, mint a Tide Pod Challenge. Igen, de valahol már nem lehet blémelni egy internet movementet az emberek hülyeségével, mert igazából már azt mondjuk, hogy nem lehet akkor olyan, mert mindig vannak hülyeség. Jó, csak hogy a plankingnek kifejezetten az volt a cél, hogy minél extrémebb helyen csinált. Mondjuk ez igaz. Tehát, hogy az volt az egész trendnek a lényege. Igen. Ez mi? Toxic positivity. Toxic positivity. Uff, én ezt ára raknám. Legalább. Igen, mert azért annyira nem veszélyes. Igen, szerintem. Tehát nem annyira veszélyes, nem annyira életveszélyes, mint más. Ez ugye, amikor az ilyen mindenféle ilyen social media influencerek beállítják úgy az életüket, hogy minden happy, minden boldogság, minden tök jó, és már egyfelől rájuk nézve is káros. Uh-huh. Tehát, hogy az egész életeket úgy élik, hogy muszáj pozitívat látni mindenben, ami nem lehet mindenben pozitív. Uh-huh. Tehát, hogy az élet az azért vegyes. De az, hogy mások, akik meg nézik ezt a kontentet, azoknak meg ez jön le, hogy úristen, neki az egész élete ennyire pozitív, akkor én mennyire szar vagyok, hogy én szoktam szomorú lenni. Igen, meg egyébként nem, tehát nem jó. Az egész életet így meggörbíti ez az internet, és ezek a profilok, amiket kirakunk, ami oké, és meg érthető, csak hogy ez nem mindenkinek teljesen világos, hogy ezek az internetes perszónád, az sosem lesz a valódi perszónád. Mm. Még akkor is, hogyha effektív a valós életet mutatod be. Mert nem lesznek ott, amikor sírsz, vagy amikor rajtad van a fosás, mm. hanem csak akkor, amikor kimentél otthonról és bulizol, vagy amikor legjobb volt a make-upod, érted? Tehát, hogy annyira, de én a pozitív, tehát ennél a toxic pozitív, annak gondoltam, amikor interneten meg mindenhol így adják a tanácsokat, hogy igen, nem kell depressziósnak lenned, csak takaríts ki, és főzzél magadra, és menj el az edzőterembe. És így nem. Tehát, hogy nem ebből áll, és nem mindenkinek ugyanaz a pozitív, és nem mindenki ugyanaz kell. Érted? Meg nem mindenki ugyanúgy éli meg a dolgokat. Tehát, hogy mitől, amikor valaki gyászol, és akkor, hogy jaj, de ne gondolj arra, hogy milyen szomorú, nem gondolj arra, milyen jó van, és így oké, ez lehet, hogy valakinek működik ez a stratégia gyászra, de nem mindenkinek. És ez amikor kötelező pozitívan látni mindent, amikor nem lehet mindent pozitívan látni. Ez társadalmilag káros, nem annyira életveszélyes, de ja, random bökök, ez nem tudom mi. Ez Elon Musk. Elon Musk. Ja, ez a milliárdosok imádata. Igen, Jézusom. A milliárdosok minden... Gyerekek, mindenkinek meg lehet a saját példaképe, ha Elon Musk, vagy ilyesmi az, akire így fölnézel, és akkor bocsi, de megvezettek. Nem lesz úgy valaki milliárdos a mai világban, hogy egy jó ember lenne. Őszintén nem hiszem el, hogy bármelyik is valóban egy konkrét olyan ember, akire föl kéne néznetek. Az, hogy aki pénzt csinál, az most szerintem olyan utakon érhető el, amit nem akartok követni. Még hát akkor annyi is pénz. Tehát, igen, a rendszernek a szabályai olyanok, hogy csak akkor tudsz a rendszer legtetejére lenni, hogyha kegyetlen és könyörtelen vagy, és majdnem, hogy szociopata, tehát hogy nyilván ez így van. És ebből a szempontból én ezt még károsabbnak tartanám, én ezt beraknám S-be, mert hogy az, hogy az ilyen embereket felemeljük ilyen pozitív hősökké, ezzel nagyon sok, nagyon káros dolgot elfedünk. Uh-huh. És nagyon sok mindent megbocsájtunk nekik folyamatosan. Igen. Tehát az, hogy most nem akarok mondani gyárakat, fixel, meg ilyesmi, nem is akarok hülyeséget mondani, mert biztos én is vagyok némileg misinformálva, de rengeteg dolog, amit minden nap használsz, akinek a CEO-ja számodra egy visionary, meg nem tudom micsoda, hogy feltalálja, meg ilyesmi. Egyrészt lopta a dolgokat, nem ő találta ki. A szülei mondjuk egy Zafir Bayernre épülnek, és nem mondtam konkrétat, vagy szolgák, vagy gyerekszolgák, vagy ezek csinálják a eszközeiket. Vagy lehet, hogy vett egy autógyárat, ahol kifizette azt a díjat, hogy ő lehessen az alapítója, de igazából nem ő alapította, csak megvette annak a jogát, hogy a alapító legyen a titulusa, és nem lehet azt mondani rá, hogy nem az alapítója, pedig nem az alapítója, csak beszállt egy cégbe pénzzel. Mm. És semmit nem talált fel hozzá. Ez csak ilyen hipotetikusan, hogy ha lenne ilyen, akkor őt ne imádjuk olyan nagyon. Cool. Ice Bucket Challenge. Én úgy tudom, hogy az Ice Bucket Challenge az egy jótékony módon az indult, abszolút jótékony. Ugye? Tehát az volt, hogy volt egy betegség, és konkrétan az volt, hogy egy srác, akinek volt egy ilyen betegsége, ugye az ALS, ami egy ilyen
bénulás, izombénulással járó betegség, és ő mielőtt még eljutott volna arra a szintre a betegség, hogy ezt ne tudja megcsinálni, akart egy ilyen nagyon figyelemfelkeltő videót csinálni, és kihívni még embereket, hogy ők is csinálják meg, hogy ezzel népszerűvé tegye, vagy hát nem népszerűvé, mert ez hülye hangzik, de hogy felhívja a figyelmet erre a betegségre. És hát ez az Ice Bucket Challenge, ez végül, hát ez sikeres is volt, csak mondjuk egy kicsit talán elveszett az üzenet, igen. Tehát hogy egy idő után már emlékszem, hogy Magyarországon épp választások voltak akkor, és politikusok is csinálták, és így... Mindenki felhasználta arra a módjára egy kicsit, hogy trendi legyen és középpontba. Én örülök, hogy alapvetően jótékony célból indult, és igazából ennyi. Én csak azért raktam a C-be, mert hogy eltorzította az internet később. Jó, ez a minden rengeteg... szolgáltató. Ja, ez a streaming szolgáltató. Ez a minden streaming szolgáltató. Hát ez, tehát anno, amikor jött a Netflix, az egy ilyen hirtelen nagyon sokak számára, akik mondjuk nem az Egyesült Államokban élnek, és nem érik el ingyenesen az ottani tévéműsorokat, azok számára az egy tök jó alternatíva volt a torrentre. Mert konkrétan nagyon sokáig tényleg csak torrenten tudtad beszerezni a sorozatokat, amiket nézni akartál, vagy megvárhattad, míg a magyar tévében jön évekkel később. Magyar szinkronnal. Magyar szinkronnal, ráadásul. Igen, tehát hogy nem véletlenül sem vennék hát fel, mindegy. És sokáig a Netflix erre végre egy valós alternatíva volt, és tényleg megérte azt az előfizetés, azt a kényelmet, amit a Netflix okozott, mind a mai napig én imádom a Netflix appot, annyira kényelmesen lehet benne sorozatokat nézni, letölteni, mit tudom én, tök jó. És mivel a Netflix volt kb. Az egyetlen ilyen, akik ezt normálisan csinálták, minden ott volt náluk, minden sorozatot megnézhettél. Aztán a Netflix sikerén felbuzdulva minden más tévécsatorna is csinált magának egy streaming szolgáltatót, és megint ott tartunk, hogy ha akarod nézni az összes kedvenc sorozatukat, akkor 60 különböző szolgáltatásra elő kell fizetni, amikor már ott tartasz, hogy hát akkor lehet, hogy mégiscsak a más módszer a kifizetődő. Igen, egyszerűen ez B-ét, mert idegesít teljes számomra. Körbe érted, és egyszerűen eljutunk oda, hogy nagyon szeretem a Litet, tök jó keresek, szerintem Magyarországon kifejezetten, most kijöttek ugye az átlag bruttó bér 400.000 forint a Magyarországon, nem tudom, ma olvastam talán. Nyilván az átlag, ugye az a legfőjebb, az fölfelé húzza erősen. Mindegy, tehát hogy alapvetően tök jó keresek. Nincs pénzem előfizetni 4 előfizetésre, úgyhogy vagy azt akarja a világ, hogy ne szórakozzak akkor annyit, vagy azt, hogy torrentezzek, mert annyi pénzem nincs, hogy ennyi morál igen, ennyi tehát, elvem hogy... legyen. Tehát, hogy ha ezt csinálják, akkor ez lesz. Igen. Arról nem is beszélve, amikor kijön a cég a saját streaming szolgáltatójával, hogy a saját exkluzív kontentjét csak ott tud nézni, ezt elveszik máshonnan, és aztán hiába fizetsz elő, effektíve nem működik. Uh-huh. Tehát, hogy annyira rossz az applikáció, hogy tehát konkrétan én simán kimondom, hogy az HBO Max-ról van szó, tehát az HBO Max-ra én előfizettem, mert Rick and Morty, House of the Dragon, Besugó, mit tudom én, ezek nekem tökre tetszettek, meg érdekelt, és hajlandó voltam fizetni a díjat és nézni ott, de konkrétan egy idő után nem tudtam nézni rajta a részt, mert elindítottam, és ment a hangja, és egy ilyen full, ilyen statikus, ilyen színes, random kép volt. Tehát nem tudtam nézni a sorozatot. És amikor panaszkodtam az ügyfélszolgálatnak, igen, még dolgozunk azon, hogy minden eszközök... Hát jó, de én most fizetek, és most akarom nézni azt, amiért fizettem. Szóval, hogy ilyen is van, tehát, hogy... Ja. Yep, yep. Úgyhogy ez mert idegesítő azért. Hát valószínűleg van azért káros benne, de ez a probléma meg fogja oldani magát, mert csődbe fog menni a nagy része, mert az emberek nem fognak előfizetni. Abszolút, a Netflix már most bajban. Fake disorders. Ó, Istenem, amikor az emberek a személyiségjegyeiket beállítják mentális betegségeknek, hogy szeretsz rendet rakni, meg jó érzéssel tölt el a rendrakás, jaj, OCD-s vagyok. Nem vagy az. Az OCD az egy komoly mentális betegség, és ha ezt nem egy pszichológus mondta rád, hogy OCD-s vagy, és nincsenek meg tényleg a tüneteid, akkor ezzel ne viccelődj, mert hogy ez nem így működik. Igen. Tehát Magyarország is, az egész világ is messze-messze túl sok időt töltött azzal, hogy a mentális betegséget nem vette komolyan. És most már TikTokon érted, direkt olyanok vannak, akik kamuból előadják, hogy valami komoly betegség van, Tourette-ek meg ilyenek. Fú. Sötét-sötét emberek. Sötét-sötét emberek vannak. Igen. Ez, ilyet ne komolyan csináljunk. Kell venni, tanuljatok, informálódjatok róla, és hogyha bajotok van, menjetek el és kérjetek segítséget. Nem ciki. Mindenki nem, megy. Nem, sőt. Én is voltam. Kérjetek segítséget, mert megkönnyíti az életeteket. Ez abszett. Egy olyan dolog, amin lehet dolgozni.
He? Mi van azon a képen? Rising Crew? Rising He Crew? Ne, a Creep, Jim Creep. Na, azt én nem vágom, azt mondja. Na, nagyon gyorsan. Jó. Ez most egy nagyon, nagyon új trend, és van már belőle egy csomó videó és minden, és van, aki külön csak ezekre reagál. Tehát edzőtermekbe nők, férfiak, Amerikában, szerintem főként, de biztos idehaza is, leraknak egy telefont, és felveszik folyamatosan, ahogy progresszelnek előre, tehát ahogy edzenek, hogy megszenézzék a formájukat. Innen indult, most már csak influencerek mind a két nemből be akarják mutatni, hogy milyen szép alkatuk van, és testük, és mit tudom én, és ezt mint tartalmat eladják. Még akkor is, hogyha más emberek is vannak a háttérben, akik nem tudnak róla, nem akarnak részt venni, nem tudom micsoda, és akkor páran kiadnak ilyen videókat, ahol mondjuk stílelik őket, tehát elmennek olyan ruhába, ahol jól látszik a testük, és ezt nézik, és ennek van ténylegesen húzós variációja, ahol tényleg probléma, amik vannak, nem tudom, hogy edzőteremben milyen policik vannak erre. Én egy edzőteremben nem is tudok nem mindenkit nézni, mert általában annyira tele van gépek, és annyira kicsi a hely, meg annyira várnom kell a gépekre, hogy effektíve kell néznem emberekre, de vannak, akik húzósak. De most van egy ilyen nagy trend belőle, hogy minden, amit fölvesznek bizonyos emberek, azt úgy megvágják és előadják, minthogyha creepy pasasok vadásznának, meg szexuálisan zaklatnák őket. És egy rendes, komoly trend van abból, hogy így próbálnak népszerűséget, és sikeresen. De hogy bételik őket? Tehát, hogy, nem a gymbe, hanem az, hogy, tehát, hogy például van egy fix videó, azt szerintem ez is van a thumbnail-en egyébként az egyik, hogy egy nő edz, és valaki vár arra a gépre, amit csinál. De mivel, hogy beszél a streamjéhez, meg nem tudom micsoda, mit tudom én, ezért sokáig tart. Kivágta azokat a részeket, amikor a figura éppen nem néz oda, és úgy néz ki, hogy a gyakran folyamatosan oda nézne a videóból, amit kirakott, holott a csávó kisétál, besétál, megnézi, hogy még mindig el van foglalva a gép, és egyszer, amikor a csaj nem tud megemelni egy súlyt, akkor oda megy, hogy kell segítség? Mondta, hogy nem. És aztán elmegy. És ez összevágta egy arra, hogy folyamatosan néz, és mindenhol szexualizálnak, mit tudom én, és aztán rámész a csaj profiljára, és OnlyFans-ét érted most 10%-kal olcsóbban, meg nem tudom mit, tehát, és hogy 21 éves teenager, meg ilyeneket ír, hogy ő egy pedofil, és akkor már felnőtt korú még Amerikában is a csaj, tehát ilyen több szinten cringe, és toxik, és igen, hazugság, és minden. És közben a legrosszabb az, hogy elfed egy olyan problémát, ami amúgy tényleg van. Tehát van, tényleg ez egy veszélyes dolog. Tehát, hogy nem azt akarok oldani, hogy ez ne lenne veszélyes, csak pont az, hogy pont, hogy elfedi a valós eseteket. Ez a legidegesítő. Igen. És most már vannak amerikai gymek, láncok, akik kitiltották emiatt a videófelvételt, mert ugye úgy rakják ki, hogy azok az állítólagos creepek nem is tudnak róla, hogy az egész világ előtt égetik őket, holott lehet, hogy hamisan. Tehát ez a másik, hogy ők sose adtak ehhez ezért hozzá engedélyt. Igen. Szóval most ez egy nagyon húzós trend. Szerencsére van egy csomó mindenki, aki egyből így visszaosztja, hogy nem, ez nem így történt, nem ez volt, mit tudom, és akkor bocsánatot kérnek, de megnőtt kétszeresére a követőszám. Nem mindegy. Elég húzós. Húzós. Szerintem gáz. Tehát, hogy fizikai vagy ilyesmi sérülés nincs belőle, de azért jól le lehet járatni valakit. Igen, igen. Én nekem nincs is idő másokat nézni a konditeremben. Én vagy le vagyok foglalva azon, hogy vagy azzal, hogyha meg nem tudom, kardiózok, szerintem akkor meg sorozatozni szoktam, hogy rárakom a gépen. Nagyon sok helyen szerintem meg lehetetlen nem nézni. Én például a futógép, két sorban van a futógép, érted, hátul van hely. Hát 8 ember fut előttem testhez álló ruhában, tehát nem nézem így őket, hogy hát előre nézek, mit csinálják, csukott szemmel nem tudok futni. Van ilyen telefontartó, darakod, beraktad Netflixet. Hát azt szoktam persze, csak nekem nehéz úgy figyelni, hogy ugye futok a gépen, mert emelkedik meg, mindegy. Jó. Otthoni edzőtermet akarok amúgy. Ez az üvegről kupak lerugós kamu videó, amit mindenki csinált. Ez fun. Én csak nem értettem, hogy mindenki tudja, hogy tehát úgy kamu, hogy meg van lazítva a kupak, de senki sem tudja úgy lerugni, hogy effektíve lecsavarodjon az egész. Ezen kívül Én igazából én ezt az ajánlok nem délben, mert én ezt úgy látom, mint egy, tehát én úgy találkoztam ezzel elsősorban, mint egy ilyen VFX gyakorlat sokszor. Tehát én pont azt láttam, én olyan verziókat láttam belőle, ahol pont az, hogy annyira orbitálisan irreális volt, de annyira jól meg volt csinálva a VFX, hogy ez egy ilyen fun gyakorlat. Nekem semmi olyan nem volt vele. Senkinek se bántott, poénos volt, mindenki rugdalózott össze-vissza, volt egy csomó, amikor beverik a lábukat. Tök jó volt. Mikor voltam utoljára? 21-én használtam még ki utoljára. Ez mikor volt? Ez kedv volt? Dani kőkeményen épít. Én december óta
már egy vagy két nap szüneteket tartok csak max. Én most megelégeltem he a good, he pudingot. Good boy. Ezt most publikusan is mondom. Karácsonyra. Na, tovább. Ez a prank. Prank videók. Egy ilyen indiai prank videóképet kaptam. Nem tudom, hogy miért. Ezt én esbe rakom, mert itt haltak meg emberek. Még mindig él az interneten. Tehát, hogy amikor az emberek azt csinálják, hogy prank, és eleve megint csak idegenekkel, hozzájárulások nélkül olyanokat csinálnak, ami ezt... Én rühellem. De ahogy mondjad, meghaltak benne emberek, ugye önvédelemből lelőtték, az ilyen poénban nem tudták, ugye Amerikában azért van egy-két embernél fegyver. Börtönbe mentek, komolyan nem megjettek emberek, komolyan leestek innen-onnan emberek. Úgy, ahogy van, semmi. Én nem is értem az egész prank kultúrát. A kis prankektől a nagy prankekig konkrétan nem érem. Az a legnagyobb prank, amit megengedhetsz magadnak, hogy megjesztesz valakit, akivel alapból közel vagy otthon. Tehát, hogy mondjuk érted, tudod, hogy sötétben jön ki a barátnőd vécére, és beállsz az ajtó elé. Ez a maximális. És hogy megkérdő, hogy hagyd abba, hagyd abba. Igen, igen. Max. Ez általánosságban az idegenek felvétele. Igen. Az idegenek rögzítése. Nem véletlenül vannak erre jogszabályok. Rengeteg ilyen van, főleg mostanában, hogy TikTokon volt mostanában ebből balhé, hogy ugye tesznek fel kérdéseket járókelőknek, és úgy vágják össze, mintha hülyék lennének. Igen. És egy full idegennel, aki nem ebbe egyezett bele, ha egyáltalán beleegyezett, mert mit tudom én. Emlékszem, volt, amikor most csináltunk ilyen videókat Konokon, hogy megkérdezünk embereket, vagy nyereményjáték, vagy mit tudom én, és valaki így oda kommentelte, hogy hát azért ilyenkor illik megkérdezni, hogy hova kerül ki a videó, meg hogy hozzájárulnak, mert minden. Megkérdeztük őket, de ezt nem fogom belevágni a videóba, mert rohadt unalmas lenne mindenkinél ezt végighallgatni, mindegy. De hogy igen, tehát hogyha videót akarsz rögzíteni, akkor szia, XY vagyok, szeretnék egy videót rögzíteni rólad, ide meg ide fog kimenni, beleegyezel-e? Amúgy az embereknek, mondjuk nyilván egy kontról van szó, ahol az emberek nyitottabbak, mondjuk a harmada az embereknek azt mondja, hogy nem, akkor azt mondom, oké, köszi, cső. Ennyi. És egyébként ez nem az utca, tehát ez egy kor, ez nem az utca, ahol a rendezvény belépéssel direkt elfogadod, hogy már írásba is adták. Készül róla. De ha valaki ezt megtagadja, annak ellenére amúgy, hogy beleegyezett, tehát amúgy csinálhatnám, de nem csinálom, mert nem egyezett bele tudatosan abba, hogy oda kikerüljön, de nyilván, ha meg az utcán rögzítesz, alá kell vele iratni egy papírt, tehát amúgy van ennek egy jogi ízét, tehát hogyha te szerepelsz egy videóban, amihez te nem írtál alá semmit, akkor nézz utána, hogy nem vettél esetleg egy jegyet, aminek abban a feltételében benne volt, de ha a téren leszólítottak és kiraktak, és neked az nem tetszik, levetetheted azt a videót, mert ez a te arcképed, nem mindegy. Actually Magyarországon nem, de. Ráutaló magatartás elég arra, hogy hozzájárást adtál képhez és videóhoz, tehát hogyha egy interjúval felvettek videóra, és az egyértelműen látszott, és belenéztél a kamerába, és válaszoltál, akkor az már hozzájárulásnak számít, akkor nem kell aláírni, és nem tudod levetetni. Tehát, hogyha mondjuk odajön valaki, hogy figyelj, mi volt az Orodi 13, ja. És azt mondod, hogy kösz, nem, akkor, és ezt felrakják, akkor levetetet. Igen, bocsánat, tehát nem egy interjúról, ne ilyen tévés interjúra gondoljatok, ahol így egyértelmű, hogy mi történik, hanem igen, ezekről a TikTokos videókról, ja, arról, amikor random idegeneket szólítanak. Igen, igen. Én ezt full károsnak tartom. Én A-nak rögtem idegesít, mint az állat, jó. És hogy hívják, hát nem érint olyan belőle, gyakran komoly. A valós életemben, és valós fizikai, mentális problémát szerintem nem okoz. Hát még azért voltak, akinek elég súlyos problémáik voltak ebből. Jó. Elhiszem, hogy azért nem volt fizikai sérülés. Igen. De, ja. Jó, ez szimplán, ez, tehát amikor az emberek rendelnek a Wish-ről, vagy bárhonnan kínai boltokban rendelnek ilyen vannak ilyen összeállítások, hogy jaj, rendeltem egy ruhát, fú, találtam egy gyönyörű szép ruhát, ami 1000 forint. Ez annyira jó lesz, és megrendelés, és szar, és így... Tehát, amikor látod a képen, hogy ez egy nyilvánvalóan egy több százezer forintos, egyedileg készített ruha, és 1000 forintba kerül, nem fogsz egy több százezer forintos, egyedileg készített terméket 1000 forintért megkapni. Ha 1000 forintért veszel valamit, akkor egy 1000 forintos dolgot fogsz, vagy hát még kevesebb forintba kerülő dolgot fogsz kapni. Tehát, hogy a belefektetett munka, óra, az nem egy kitalált dolog, ezek nem. Vannak elszállt árak, és vannak túlárazott dolgok valóban, de ekkora, ennyire túlárazottság nincs. És amikor az emberek fel vannak háborodva, hogy nem azt kapják, amit a random ellenőrizetlen kínai internetes oldalon kaptak, az... Igen.
nem tudom sajnálni őket. Tehát egy dolláros AirPodson nem lesz jó hangminőség, ha egyáltalán be fog kapcsolni. Igen. Én ezt bére mondom, nem egy káros dolog, csak anyagikárnak, anyagi kár, de, hát anyagi, de ezt tudnod de, kell. De ezt mondd, hogy nem anyagi kár, mert szerencsére kicsi. Ja, igaz, true. Nem is mondtam. Ja. Igazad van. Jó. Na, toxikus csoportok. Toxikus ilyen véleménycsoportok. Nekem most konkrétan ezek az anyukás-apukás csoportok, tudod, ahol így felerősítik egymásban a hülyeséget, és ezzel effektíve mentális terhet rakva mindenkire, aki amúgy is segítséget akar, és hogy ezek ilyen, tehát hogy Facebookon a csoportok azok full ellenőrizetlenül mehetnek kb. Abszolút. És tehát a legtoxikusabb dolog, jaj léci, ha valamivel problémát találsz, ne jelensd a Facebook felé, hanem inkább csak nekünk. Nem, ha valami károsat látsz a Facebook csoportban, jelensd a Facebook felé, mert az egy káros dolog. Igen, például van egy olyan csoport, ahol többször írták mások azt, hogy felgyújtják az irodánkat és megölnek minket, és amikor jelentettem, kiraktak a csoportból. Ez egyébként egy nagyon ismert és kedvelt gyerekekkel foglalkozó magyar influencernek a tulajdonában. És az influencer élő csetjében is hangzott el ez, amikor rólunk beszéltek. Igen. Ez egy nagyon kedves dolog volt, és nagyon pozitív, úgyhogy örülök, hogy ők is rajta vannak a Forbes-nak a top listáján. Szóval, ez szerintem, én abból a szempontból ez egy társadalmilag elég káros dolognak tartom, mert sajnos szélsőséges igen. politikai nézetek is terjednek így ezekben az ellenőrizetlen Facebook csoportokban, úgyhogy ez nem jó. Ez amikor a celebritik, tehát a celebeknek a halálát magadról szólóvá teszed. Ja, gyászolod őket hangosan, és úristen, ilyen meg ilyen síró videót raksz föl. Meg nem is az, hanem hogy ezt a nyilvános gyászolás, ezt arra is hoztam föl, hogy konkrétan voltak olyanok, hogy meghalt egy zenész, és az együttes társa a Twitterről tudta meg, mert a állítólagos rajongók kérték, mit szólsz hozzá, mit mondasz erről. Nem kötelező a gyászodat publikusan megélni. A gyász az egy alapvetően privát és intim dolog. És mindenkinek a saját dolga, hogy ezt hogyan dolgozza fel, és hogyan kezeli. És az, hogy el van várva az, hogyha valakit elvesztesz, akkor arra publikusan valahogy reagálj. És ez mondjuk majdnem minden érzéssel is van. Szerintem 90%-ban nem is valós gyász. Tehát, hogy nem azért csinálod az egészet, mert hogy ténylegesen fáj neked, hogy Alan Rickman meghalt. Nekem az volt szerintem az egyetlen celeb halál, ami egy kicsit fájt. Hanem azért, hogy még valahogy felhívhass magadra a figyelmet, még egy plusz posztot kirakhass, még egy ezért, ami fixen sok lájkot be fog hozni, mert ez most egy ilyen ezért dolog. Szerintem nem is valós az egész. Nem egy hazugság. Igen. De meg az a másik, amikor tehát konkrétan volt olyan, már nem emlékszem, hogy ez kinek a halálához kapcsolódik, hogy az Elizabeth Olsent elkezdték így lehúzni azért, mert ő nem reagált a valakinek a halálhoz. Azt hiszem a Chadwick Bosemannek a halál hírére. Ez nem jelenti azt, hogy neki ez nem volt fontos, de hogy miért kéne ezt megosztania bárkivel? Azért, mert egy publikus szereplő. Vagy az, hogy én is nyilván megszületett a gyerekem, de nem rakott. Tehát, hogy ez egy örömteli pillanat, ez egy intim pillanat volt az életemben. Ezt nem osztom meg az egész világgal. Ezt megosztottam a családdal, meg azokkal a barátokkal, akikkel fontos. Na, mindig. Én is most tudtam meg. Igen. Boldizsának sose találkozott van. Ez, amikor influencerek ingyen cuccokat akarnak valahol. Ez csak az inkább cringe. Igen, de egyébként ebben az üzletek is felelősök, mert biztos vagyok benne, hogy ez onnan indult, adnak, hogy ez igen. működött. Azt is ide raktad, amikor az influencerek aha, meg az megkapják? A harmadik, az Amurant, amikor elküldtek neki 50 000 dollárt, meg ingyen iPhone-t. Azt akkor vegyük, én azt egyen följem raknám, tehát az amikor az XQC megkapja a most az LTT Linus Tech Tips videóban az RTX 4090-et ingyen, tehát hogy az, aki fullosan megengedhetné magának, hogy megvegye a legújabb dolgokat, annak nem is kell, mert ingyen megkapja, és az, aki pedig szeretné, az meg nem tudja megfizetni, ez mindig nekem egy kicsit olyan fura. Jó, figyelj, gazdaságot szül. Ezt mindenki tudja, de minden gazdagabb vagy, annál könnyebben kapsz pénzt. Igen. Én nem ezt a részét tartom ebben húzósnak, inkább azt, amikor magánemberek pénzt szánnak arra, hogy influencerek adnak pénzt, aminek már mindenük megvan. Tehát az, amikor Amurantnak küldesz 5 dollárt, hogy beolvassa a neved, vagy a combjára írja a felhasználó neved. Az ott szerintem az nagyon káros, meg szomorú több szinten is. Értem, hogy ki miért csinálja, meg vannak akik, na mindegy. De én azt sokkal szomorúbbnak, meg sokkal húzósabbnak tartom. Az, hogy exküszi ingyen cuccokat kap, hát figyelj, érted. Neki sikerült ezt befutnia, nyilván nem fogják odaadni valaki randomnak, mert abban még nincs üzlet. Ezt a részét én elviselhetőnek tartom. Ja. Yeah.
Inkább, igen, ez inkább a rendszerrel szól, hogy ez így működik, és ez olyan igazságtalan inkább. Jó, ez egy instant S kategória lesz. Ja, gyerek, ez a gyerekek, gyerekek felügyeletlenül interneten. Az interneten minden van. Tehát amikor azt gondolod, hogy gyereket kimegy az utcára, akkor azt gondolod, hogy oké, okay, van ennyi százalék, hogy elüti az autó, hogy kirabolják, hogy megkéselik, mit tudom én. Az interneten minden van. Az minden utcát tartalmaz, amit a világba kiengednéd. A állat és pedofil pornótól kezdve, a gyilkosság videókig, a talibánba való toborzásig, minden az interneten elérhető, és a gyerekek ügyesek, sokkal ügyesebb az alattam lévő generáció, mint a mi generációnk volt, és mi sokkal ügyesebb, mint a felettünk lévő generáció. Érted? Tehát, hogy el fogják érni, ha akarva, ha véletlenül, kontrollálni kell, hogy mihez férnek hozzá a gyerekeid, mert nem készek rá, nem tudják befolyásolni, el fognak radikalizálódni, olyan Discord csoportokban, ahol kihasználják őket, zsarolják őket, nem tudom. Figyelni, és folyamatosan... Egy influencer levetkőzteti őket Discord callban, ami Magyarországon megtörtént. Több influencerrel. Egyszerűen ez a te felelősséged. Ez nem olyan, mint a tévé, hogy már egy leszűrt dolgot kapnak, és még ott is ugye én még a tévé elé sem merném ellenőrizetlenül odaültetni. Az is egy abszolút egyértelmű dolog, hogy mi beosztod, hogy a tévében mit nézhet. És ez nem egy leszűr dolog. Ez egy nagyon fontos dolog. Minden... Ez nagyon para. Ha valaha ha a szüleid engedtek téged felügyeletlenül az internetre, akkor szidd le őket, és ha van gyereked, akkor meg ne engedd felügyeletlenül az internetre. Erre most már egész jó eszközök vannak, hogy ezt korlátozd. Nyilván a gyerekek is egyre ügyesebbek, tehát kicsit olyan, mint a csalók ellen küzdeni, hogy így folyamatosan mindenki egyre ügyesebb lesz, de meg kell tenni. Én még nem tudom, hogy fogom csinálni, de szerintem vannak nem rá azért szoftverek. Én nem néztem bele annyira, de szerintem azért vannak, amik. Mert nyilván engedni kell teret annak, hogy legyen privát szférája. Persze, hát legyen privát szférája. Nem kell belenyomni csak... tínédzsernek, de still. Ja. Oké? Na, most már végleg speedrun az utolsó. Ez mi? Hát ez bármi lehet innen nézve. Nem, az a mannequin challenge. Ja, mannequin challenge, az fun. Ez megint csak, hogy bárcsak több ilyen trend lenne, mint régen volt. Ez a mannequin challenge az volt, tudjátok, amikor így mindenki lefagy és körbe mennek kamerával, de hogy effektíve mindenki mozdulatlanul kell álljon addig. Ez amúgy egy tök fun, összehoz egy nagy társaságot, hogy megszervezzék, ja, bárcsak. Teljesen oké, ez a minden service. Tehát minden, az autó, ja, most már minden, igen. Házbérlés, ez nekem mindig is service volt. Igen, tehát hogy Volt egy ilyen tök vicces kép, hogy az őskorban nem tudom mennyi az idő, mert felhős az ég, és nem működik a napórám, vagy nem tudom mennyi az idő, mert nem tudom még milyen órarendszerek voltak, mit tudom én, mert nincs felhúzva, vagy mit tudom én. Ilyen 70-es évektől 90-es évek idő, pontosan tudtad mennyi az idő, mert a kis kázi órát pontosan megmondta. 2010 után nem tudom mennyi az idő, mert lemerült az órám. Ez mondjuk inkább ugye az aksi, de hogy ugyanez van a szolgáltatásokkal, hogy így nem működik a riasztóm, mert egy frissítési hiba miatt a riasztórendszer nem működik. Nem fizettem még előre. Mert nem fizettem előre. Be van szerelve, de igen. Ahogy a BMW-be is be van szerelve az ülésfűtés, de ha nincs az előfizetésed a BMW Plus Care VIP csomagra, akkor abban a hónapban nem használod. És mindenben is szolgáltat, hogy régen olyan jó volt, hogy megvettél valamit, és ez a tied, és működik, és most már minden ilyen online dologból egy ilyen szolgáltatást kell csinálni. Tehát engem azt frusztrál, vettünk ilyen kis mini biztonsági kamerát, baby őrnek, és az, hogy mondjuk értesítéseket küldjön, vagy várjál, hogy van a... Igen, tehát az a mozgásérzékelős értesítése, meg mit tudom én, ahhoz elő kell fizetni. De hogy így... És ez nem derül ki előre sehonnan. Tehát ez csak azután, hogy már feltelepítetted a kamerát, tehát hogy feltelepítetted az appot és hozzáadtad a kamerát, akkor mondja meg. És így... És ez semmi, tehát ennek semmilyen fogyasztóra való pozitív hatása nincs. Ez csak tisztán... Csak arra, hogy hogyan lehet még több pénzt ki. Ez csak kapzsiság. Tehát ez a konzumerizmus ne továbbja. Ha veszel egy tévét, és működik a tévét 10 évig, és nem kellett előfizetned semmire, akkor semmilyen cég nem tudott eladni neked semmit tévé kategóriába 10 évig. Ha Netflixed van, azt minden hónapban fizetned kell. Ha ilyen HBO Maxod van, minden hónapban fizetned kell. Ha el akarod érni a sorozataidat, tartja, minden hónapban. És hogyha azt mondják, hogy beszüntetik, akkor megint tudtak kontrollálni, akkor nem tudsz más csinálni, át kell menned valahova máshova. Igen. És arról nem is beszél, hogy bármikor leállíthatják ezt. Most például abszolút. Pont volt ez a replika, ez az, ami kicsit
durván szomorú. Replika az egy ilyen AI barátnő volt, aminek hát volt egy fizetős szolgáltatása, amivel a felnőtt verzióját is elérted ennek az egésznek. Ez önmagában tényleg egy ilyen Blade Runner-esen disztópikus dolog, hogy ilyen létezik. De egyik napra a másikra leállítják. És hiába voltál előfizető, meg mit tudom én, hiába lennél hajlandó tovább, nem használhatod, meg kész, vége. Tehát ez, meg a játékokkal is amúgy ugyanez van, hogy a Ubisoft kitalálta, hogy a Assassin's Creed 3-at nem játszhatod többet. De hogy így, tud, nekem itt van, megvan. Én fizettem érte, és nem. Ja, az offline TV is akkor jött rá, hogy a robokutya működéshez éves előfizetés van, amikor egyszer csak elkezdett nem bekapcsolni. That's fun. Ez a, igen, az Andrew Tate, ez a nem toxic masculinity, hanem ez amikor ilyen direkt radikálisan paraszt vagy, és ez menő. Ja, igen, igen. Ez, tehát az, hogy valaki, tehát ma a zajban, abban a, az influencer celeb zajból csak úgy lehet kitűnni, hogy ha te egy végtelenül tapló pöcsfej vagy, és azzal, hogy hát nem tudom, nézőként, tartalomfogyasztóként mi is azokra összpontosítunk, akik végtelenül tapló köcsögök, azzal ezt még tovább erősítjük, és az emberek egyre nagyobb tapló köcsögök kezdenek lenni, hogy még jobban kitűnjenek a mezőnyből, és ezeket az ilyen tök káros emberi viselkedéseket jutalmazzuk. És hogyha valaki azt mondja, hogy hát figyelj, én nem akarok ebbe a drámába beszállni, mert károsnak érzem, akkor ezt elfelejtik. Nem is, nem negatívan gondolkoznak róla, elfelejtik. És ő ignorálva van. És azt nézik meg, aki drámáról, aki hajlandó beleszállni a drámába, aki hajlandó kimondani a negatív és káros dolgokat. Egyszerűen csak a leghangosabbat hallják meg. Tehát egyszerűen folyamatosan, ez is egy ilyen nagyon szomorú irány egyébként, amit most mondunk. Tehát, hogy gondoljatok el egy hamburgert, egy sima sajtburgert a Mekiből. Megeszed, tök jó. Nem szponzorál. De nem eszel mindig a Mekiből. Vagy akkor kiadnak egy duplas húsos, akkor most már azt kipróbálod, vagy extra nagyot, vagy valamilyen békön van, és nem tudom milyen sajt, és ilyen szósz, és nem tudom micsoda. És folyamatosan egyre extrémebbnek kell lenniük, különben unod, és nem, és kipróbálod máshol. És akkor a verseny, tehát ha valaki mindig azt mondja, hogy tiszteled a nőket, és nekik is ugyanúgy joguk van, ezt mindenkitől meghallottad, és egyetértesz vele. De ha valaki ott van egy csáv, és azt mondja, hogy urald a nőket, és a férfi az a legjobb nem, és az nekünk kéne az uraknak lenni, tudod? Akkor annyira radikális, hogy már belehallgatsz, hogy mit mond, és akkor már megtéveszt, és akkor vonzó, és jó, olyan szókimondó. Így van, és akkor érted, és elkezd radikalizálni ez a tömeg, és nagyobb lenni, és minden nagyon veszélyes. Tehát az, hogy valaki szókimondó, az nem egy pozitív tulajdonság. Tehát az, hogy ha fájó igazságokat kimondasz, az egy dolog, de az, hogy te csak szimplán bunkó vagy, és nem vagy képes empátiával megszűrni azt, amit mondasz, az nem szókimondóság, hanem az csak szimplán taplóság. Igen, amikor valaki azt mondja, hogy én a szívem van a számon, ezt mindenki tudja rólam, én nagyon direkt vagyok, én azt gondolom, nem, ez seggfej vagy, csak hozzád szoktak. Igen. Tehát, hogy tényleg. Igen. Sebestyén Balázs. Bocsánat, kínálható csak. Nem, ez az a vicces, azért vicces, mert abban a stúdióban ülünk, ahol a morning show ment. Tehát, igen, hogy itt ültek ők effektíve, tehát ebben a hely szellemében benne van, hogy muszáj kívánom, bocsánat. Ezek a minionok. Minionokra öltönybe menés. Minionokra öltönybe. Annoying, de yeah, whatever. The fun. Legalább ők csak elrontották gyerekek szórakozását, akik komolyan akarták volna élvezni a filmet, ez egy kicsit káros, de azért, na, azért annyira nem. Nem. Még a Bécs se éri el. És nem tudom, mi ez az utolsó. Worst song. Zenefeldolgozások, cringe, videójátékos. Jaj, videójátékos cringe zenék. Oh. Jó, ez is inkább csak egy C. Voltak benne jók. Meg azért ez is már olyan, tehát van benne egy kicsit olyan, hogy átment a cringe-ből, tehát hogy már annyira szar, hogy már jó az a, mi volt az a Minecraftos, az a Creeper, oh man, az a David Guetta, vagy mi volt az? Mindegy. Szóval az meg kifejezetten rohadt vicces volt, amiből ilyen Discord song meme volt. De hogy ezek a én valahogy a Minecraftos dalokban még így benne voltam, mert hogy effektíve akkoriban még én is az a kis gyerek voltam, aki ezeket nézte, és így szerettem ezeket, de hogy az a mérhetetlen mennyiségű Among Us dalparódia,
amik így mi van? Tehát, hogy... Mondja ezt, Dani, amikor a I wanna be a Fortnite gamer, az naponta, azt naponta énekeljük. Igen. Tehát igen, ezért mondom, hogy C. Tehát van ami gáz, de van amit meg kifejezetten ilyen. Tehát igen, tehát most a YouTube csapattal egy nagyon jó közös élményünk a Chuck Jack With You című dal éneklésen, és rendszeresen szoktuk énekelni. Nice. És mi is meg akarjuk csinálni a magunk dalparódiáját, de nem fogom elmondani, hogy mit. De nyárra szerintem megcsináljuk, mert ez egy olyan dal, ami nyaranta mindig előszokott jönni egy bizonyos fesztivállal kapcsolatban. Wink-wink. Egész jó lett egyébként. Én azt gondoltam, hogy mindent kifejezetten idegesítőnek fogunk találni. Hát jól válogattuk össze azért. Direkt beraktunk olyanokat, hogy ellensúlyozva legyen. Kicsit hosszabbra nyúlt most ez a podcast. Úgyhogy köszi, hogy itt maradtatok velünk, akik az élőben nézték. De nagyon köszi, hogyha lehet követni Spotify-on a podcastot amúgy, azt is tökre megköszönjük. Nyilván ennek a felvétele felkerül YouTube-ra, ott megnézheted videós formában, és akkor látod, ahogy hogyan tírlisztesztük. És most már van ilyen YouTube podcast is, megmondom őszintén, bocsi, hogyha a YouTube podcaston próbálod nézni, és még nem működik. A YouTube ez csak így random egyik pillanatra a másikról most bevezette, és nem működik még a háttér szerkesztési dolog, úgyhogy fogalmam sincs, mennyire fog működni YouTube-on a csak hangverziója. De minden esetre tudod nézni ott videós formában, Spotify, meg még egy csomó más helyen tudod hallgatni a podcastot, és amúgy élőben pedig, hogyha most ezt utólag nézed, és szeretnéd, hogy élőben nézni és cseten üzengetni nekünk, akkor a Lead Plus Twitch csatornán tudod nézni pénteken 3 órától. Szeretném megköszönni az Audio-Technikának a hangrendszert, szeretném a Samsungnak megköszönni a tabletet, amin tudom olvasni a csetet, és Boldzsárnak, hogy beszélgettél velem, és meghallgattad a hülye rendjeimet a dolgokról. Mindig egy megtiszteltetés itt lenni. És nektek is köszi, hogy néztetek, hallgattatok, és itt voltatok velünk, és tartsátok meg jó szokásatokat, és puszi, pá mindenkinek, és találkozunk jövő héten. Jövő héten egy olyan izgalmas témánk lesz, egy igazi szakértői vendéggel, nem lítessel, a gamer, a videójáték függőségről fogunk beszélni egy olyan pszichológussal, aki könyvet is írt a témában, úgyhogy nagyon, nagyon jó lesz, én nagyon-nagyon várom a jövő hetit is, úgyhogy ne felejtsétek el felírni ezt a naptáratokba. Köszi, hogy itt voltatok, a viszontlátásra. Bye-bye.